A Magyar Régészeti Szövetség által szervezett országos megmozdulás Bonyhádi állomásaként most a gyerekekre is gondoltak. Rengeteg színes program várta őket ezen a napon. Így játékos módon fedezhették fel történelmünket, és ismerkedhettek meg ezzel a rendkívül érdekes szakmával. Itt most kerámia edények darabjait kerestük, ilyen ásókkal, egy ilyen homok. Van ilyen edényekben, nekem egy ilyen kisebb váza jött ki, voltak benne nem régészeti tárgyak is, tehát cukorkák, lufi, mellettem dolgozónak még egy ilyen kitűző is jött azokból. Most már szerintem én nem fogok többet találni, mert már sok ideje nem találtam, de még azért keresek majd. Nem mindennapi meglepetés várta a sok kis lelkes résztvevőt, akik nagyon megörültek, amikor ásás közben kiderült, hogy a régészeti leletek mellett édesség is lapul a föld alatt. Éppen ások. És mit találtál idáig? Régészeti tárgyakat, meg sok cukrot. A kincskereső játékon kívül a kicsik részt vehettek még egy érdekes előadáson is, amiből megtudhatták, hogy miről is szól ez a kutató munka. De a kézműveskedés részeként készítettek omega fibulákat, neolit kerámiákat, vagy akár tarsolylemezt is. Mint az köztudott, az antropológia tudománya a régi korok kultúráit dolgozza fel különböző tárgyi leletek alapján. Ezen belül számos olyan aspektusa van, ami a most felnövő generáció számára is vonzó lehet. Ugyanis itt mindent megtanulhatnak, ami az emberré válás folyamatával kapcsolatos. Felfedezhetik különböző korok és embercsoportok hogyan éltek akár több ezer évvel ezelőtt. Akit érdekel a történelem, szeret csapatban dolgozni, és nem ijed meg egy kis fizikai munkától, annak ez egy kiváló életpálya modell lehet. Ma ez egy különleges nap mindannyiunknak, ma tartjuk a régészet napját a Völgységi Múzeumban. Jelenleg a múzeum állományában ketten vagyunk régészek, köztük én, és ez a szívemhez egy nagyon közel álló rendezvény, mert ilyenkor az Országos Régészet Napjához csatlakozhatunk. A honlapon is fönt van a program, illetve a beszámolók azok majd elérhetők lesznek. Ma több különböző speciális programmal kezdődtünk, lesz két része a mai napnak, az első az a gyerekprogram, a második az pedig a felnőttekre, vagy a tudomány iránt érdeklődő közönségre van kihegyezve. A gyerekprogramoknál fogunk egy előadást tartani, hogy mi ez a régészet, miért van rá szükség, mit csinálunk, mi ennek az értelme, és utána már itt a hátam mögött látszanak az előkészületek. Akik ellátogattak ennek a napnak az előadásaira, sok hasznos ismerettel lehettek gazdagabbak, emellett pedig kitűnő szórakozást biztosított a kisebbeknek, akik így tanulhattak világunk történelméről.